Dél-Dunántúli Híradó minden munkatársa nevében megköszönöm figyelmüket. Adáskörzetünk esemény összefoglalójával holnap este 6-kor jelentkezünk ismét. Aki teheti, maradjon még a képernyő előtt. Stúdiunk most következő Itthon című műsorához további kellemes tévézést kívánok. A viszontlátásra! A Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójának kulturális magazinját látják. Köszöntöm Önöket itthon. Mai összeállításunkban rövid, mindössze 50 éves visszatekintésre kértük Lányi Péter szekszárdi zongora művészt. Sok zene szól Borzo Endre épületeiben is. Az építész a pécsi Hard Rock Caféban adott nekünk randevút. Az építőkockák hagyományos gyermekjátékoknak számítanak, ám egy kaposvári néprajzkutató ennél régebbi szórakozási formákat kínál a kicsinyeknek. Mindenről részletesebben tehát a műsorban, melynek telefonszáma 210-224, és ezt a 80-as körzetben hívhatják, azt jelenti, hogy ez egy zöld szám, az Önök hívása díjmentes. Első helyszínünk Tolna, ahol immár negyedik éve működik a kézjegy Tolnai Tollforgató Klubja. A település olyasmivel büszkélkedhet, amivel még a nagyobb városok sem. Önállóan szerveződő irodalmi csoportosulása 30 költőt, írót fog össze a megye számos településéről. A klub idén készül harmadik antológiájának kiadására, és helyhez fűződő ragaszkodásokat mutatja, hogy még az illusztráció készítésére is megyei művészeket kérnek fel. Városi klubként alakult meg ez a Tollforgató Klub 1993-ban. Valószínűleg azért, mert minden megyében létezett már hasonló csoport, és itt Tolnában nem. Most azért éppen Tolnán, és nem Szekszárdon, mert itt találtunk 8 olyan embert, aki akart valamit csinálni, könyveket kiadni, írni, megjelenni. És ezt követően, mikor Tolnán elindult ez a csoport, egy évvel később szekszárdiak, bonyhádiak, dombováriak is csatlakoztak hozzánk, így megyei egyesületé alakult 30 fővel a kézjegyklub. Önkormányzatok meg egyéb szponzorok segítségével 94-ben kiadhattuk az első kötetünket, az Antológia 1-et. Tavaly 95-ben sikerült kiadnunk a második antológiánkat, és most készülünk a harmadik antológiánkra, amire elég nehéz anyagiakat összegyűjtenünk, összeszereznünk, mert hát az irodalom sajnos nem szerepel, vagy nincs, azt hiszem, a méltó helyén, még ma sem. Jó fogadtatása volt mind a kettőnek, bemutatókat rendeztünk a megye több városában, és arra is törekszünk, hogy az illusztrációkat is helyi szerzők készítsék el. Az elsőt Szatmár Ivos László, a másodikat Baki Péter készítette, mindketten Szekszárdon élnek. A harmadikra pedig Koffán Károlyt kértük fel, aki Dunaföldváron él és alkot, el is vállalta ezt. Hasonló lesz az első két kötethez, abban különbözik talán, hogy többen vagyunk, újak, új arcok jelennek meg, és nagyon sok a fiatal. Szóval ez egy óriási öröm, hogy rengeteg a fiatal alkotóművész. Másfél évvel ezelőtt hallottam erről a klubról, akkor egy kezdeti stádiumában voltam az írásnak. Mondhatni, csak az asztalfióknak írtam, illetve az íróasztalfióknak. Néhány írásom jelent meg a megyei napilapban, és a Hitel című irodalmi kulturális folyóiratban, ami annak idején még két hetente jelent meg, egy országos folyóiratról van szó, aztán később ez havilap lett. Ezek ilyen rövid prózai írások voltak, de verseket is írtam már akkor. Hallottam, hogy elindult ez a klub itt Tolna megyében, és nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen egy irodalmi összejövetel, ahol havonta levehet az ember, és a pénz, a gazdaság mellett valamilyen módon kultúráról, irodalomról is beszélgethet. Az lenne az első rendű cél megítélésem szerint,
hogy mindenféleképpen folyik egy műhely munka. Én a publikálást másodrendű dolognak tartom. Nézőpont kérdése. Tehát én nem biztos, hogy publikálásnak tartom azt, hogy évente megjelenik egy antológia, hiszen nem mérhető, nincs mihez mérni, nincs mihez viszonyítani. Inkább arról lenne szó, hogy érezzük jól magunkat. Mindenféleképpen ebben az embertelenedett világban egy olyan közeget próbáljunk teremteni magunknak, illetve mások számára is, ami hát kötődik a nyelvünkhöz, kötődik a eszménkhez, kötődik az érzésvilágunkhoz. Publikálni egyébként nem hiszem, hogy egy antológiában lehet. Tehát folyóiratban lehet. Folyóiratban kellene publikálni, hiszen a fejlődésnek az egyfajta szakasza, hogy én publikálok, hogy én valamihez mérem magam, hogy én viszonyítok. Tehát nem az asztalfióknak írok, hanem az embereknek írok, és nehogy Isten egy Parti Nagy Lajos mellett írok, vagy nehogy Isten egy Fodor András mellett írok, vagy egy Tüskés Tibor mellett írok. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a klubok, körök, fontosak, hogy minden olyan szerveződés, társaság, kör, klub, csapat, baráti társaság, bármi, amelyik rendszeresen vagy nem rendszeresen összejön, és ilyesmivel tölti el az idejét, legyen ennek a vége egy antológia, legyen ennek a vége egy irodalom, vagy ne legyen ennek a vége semmi, csak a beszélgetésnek a jó érzése, az együttlétnek a jó érzése. Talán az ilyen klubmozgalmaknak lehet valami szerepük, hogyha meg tudják szólítani a fiatalokat, meg tudják szólítani azokat az embereket, akiket érdekel az irodalom. De mindenképpen csak klub szinten marad ez, tehát az emberek ma már elsősorban pénzben gondolkodnak, a pénz mozgatja a világot, és egyre inkább azt fogja mozgatni. Nem marad idejük arra, hogy irodalommal, hogy művészettel foglalkozzanak. Nem járnak kiállításokra, nem olvasnak irodalmi újságot. Hajtják a pénzt, mert rá vannak kényszerítve ahhoz, hogy meg tudjanak élni. Sajnos ez így van. Én egy végtelen magányos mesterségnek gondolom az írás, nem nagyon tudom elképzelni, hogy sokan csinálják. Nem is mindig tudom elgondolni, hogy nagyon sokan megbeszélik, vagy mindig megbeszélik, de a dologról való beszéd, a dolog körüli beszéd, az irodalom körüli beszéd, hogy ki most, ki mit olvasott most, vagy ki mire jött rá, vagy ki mire nem jött rá, vagy csak hogy jól érezzék magukat, ez mindennél fontosabb. A tolnai antológia készítőkhöz hasonlóan jeles gyűjtőmunkát végzett a kaposvári Szapu Magda is, akinek Gyermekjátékok című kötete a közelmúltban jelent meg a Somogy megyei múzeum gondozásában. A szerkesztő a Felvidékről került az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem néprajz szakára. 1979-ben költözött Somogyba, ahol a megyei múzeum munkatársaként folklórral és társadalom néprajzzal foglalkozik. A kutatónő figyelmét felkeltette, hogy 200 éve Somogy megyében gyűjtik a legtöbb gyermekjátékot. Most megjelent kötetével Együd Árpád emléke előtt is tiszteleg, hiszen az ő gyűjtését dolgozta fel részben. Kinek legnagyobb a kenyere? Az jutott eszembe, hogy ezt általában nem felnőtt, hanem már serdülő lányok, fiúk szokták lakodalmi játékként játszani, és hát nyilván funkciója volt ennek a játéknak, az volt a lényeg, hogy a szerelmesek ugye közhírét tétették, hogy a szerelmesek kik tartoznak össze, lányok, fiúk. Most óvodás gyerekek szájából elég érdekes volt hallani, de meg kell, hogy mondjam, hogy az első nagy szerelmem nekem is óvodás korhoz fűződik, úgyhogy nincs semmi gond, aranyosak voltak nagyon. Kossz levélk a ticsájok, pikkel, kacsok, valót keskendője, kossz ér volné, nurjan taré, madár volné, röppen mellé, kis szívem nem életem, mert téged elvennélek.
Szapu Magda egy véletlen folytán kezdett el ezzel a témával foglalkozni. Felfigyelt arra, hogy 200 éve az első gyerekjáték leírása egy Somogy vármegyei dal volt, és utána is így gyűjtötték a legtöbb gyerekjátékot. Ez a kötet, amellett, hogy szakmailag hiteles monográfia, tisztelgés kollégája, példaképe, a korán elhunyt Együd Árpád emléke előtt is, hisz az ő gyűjtését dolgozza fel. Együd Árpádról tudni kell, hogy Csurgon a nagyhírű gimnáziumban testnevelő tanárként kezdte, és ő nem csak játszotta a gyerekekkel a játékotestnevelési órákon, vagy tornaórákon, de gyűjtötte a játékokat, és alkalmazta az új felgyűjtött anyagot is. Igen, nem csak komoly gondom akkor volt, mikor kiderült, hogy Árpád annyira ismerte ezt az anyagot, hogy a hangzó anyag a hangszalagon csak egy ilyen kivonatos, rövid változatot találtam, tehát nem öten, hatan játszották, és nem ide mentek, nem oda mentek, de egyszer nem tudtam mit kezdeni vele. És akkor elkezdtem visszapörgetni időben ezeket a gyűjtéseket, és hát végülis egy 100 év anyagát kellett, hogy feldolgozzam. Most ezen belül pedig szöveges, mozgásos, sportszerű, énekes, táncos játékokat, mondókákat, kiszámolókat és altatókat. Fordulj, Borha! Nem fordulok! Meddig? Keddig. Mit vársz? Fókó. Kitől? Fagitól. Itt vagyok. Megpróbáltam a kiadványban nyomon kísérni egy-egy játékon belül a szöveget és a zenét. Az a tapasztalatom, hogy a régi sportszerű pásztorjátékok teljesen eltűntek, helyüket uralja a egyrészt a labdajáték, másrészt pedig a futball. Hát ezen nyilván nem kell csodálkozni, tehát ez a fiúk játéka. A mondókák, kiszámolók, altatók, a szép irodalom, a rádió, televízió hatása nagyon erősen érezhető. Nem tűntek el, talán még legszívosabban őrzik a hagyományokat, viszont az ilyen énekes, táncos játékok, láttuk az óvodások, amit játszanak, még óvodákban, kisebb csoportokban megtalálhatók, de már spontán falun, tehát falusi közösségekben, alkalmilag összeverődő gyerekcsoportok közt szinte gyűjthetetlen. Bújj, bújj, bokrosi, bokrosi, de Somogyi, a nagy hídon álltad, szerencsét fa árnyékába hajlott. A véleményük van a látottakkal kapcsolatban, hívják telefonunkat. A 210-224-es számot a 80-as körzetben tárcsázhatják. Itthon című kulturális magazin műsorunk hátralévő részében két portrét ajánlok a figyelmükbe. Lányi Péter, szekszárdi zongora művész tavaly novemberben ünnepelte 50. születésnapját, de mint önök is láthatják majd, ezt akár le is tagadhatná. Tevékenységére nem csak városa, megyéje büszke, számtalan elismerés díj tulajdonosa. Ugyan Magyarországon ma nem ünnepelhetnek gondtalanul a művészek. Az erkölcsi támogatáshoz ritkán társul anyagi elismerés, és ez sajnos nem csak az alkotó munkára van rossz hatással, de azért reméljük, hogy az összeállításunkkal örömet szerzünk az ünnepeltnek. Lányi Pétertől visszatekintést kértünk, miközben láthatják a szekszárdi művészetek házában a jubileumi koncerten készült felvételeket is. Mik a jellemzői ön szerint egy jó muzsikusnak? Azt hiszem, hogy ezt Kodály Zoltán fejtette ki legszellemesebben.
amikor egy zeneakadémiai évzárón a kiművelt kéz, a kiművelt fő és a kiművelt szív összhangját hangsúlyozta. És itt mind a hárommal találkoztunk Lányi Péter esetében, mert egy kiművelt szív az, ami hordozza az egészet, a maga szemérmes, de a zenében teljesen kitárulkozó mi voltában. Szívvel muzsikál. Kiművelt fő, akivel sok mindenről lehet beszélgetni. Ezt én onnan tudom, mert már éjszakában nyúlóan utaztam vele autón. És amiről beszélgettünk, az nem csak zene volt, hanem tulajdonképpen a humánumnak minden oldala. Irodalom, képzőművészet, költők világa, személyes emberi tapasztalatok, és mindez egy bölcs, fölülről jövő humorral fűszerezve. A kiművelt kézhez pedig hadd tegyem hozzá, hogy talán nem árulok el vele titkot, hogy hónapokkal ezelőtt Lányi Péter baleset érte. És az önfegyelemnek egy csodáját hallottuk itt, mert aki az utcáról betévedt volna, az azt hallotta volna, hogy egy fölényes technikával könnyedén odavetett módon adja elő Chopinnek, Debussynek a legigényesebb darabjait, mint egy rögtönözve, úgy, ahogy az első Chopin empromptűk megszólaltak, és csak úgy per tangentem, hát ha már ilyen jól együtt vagyunk, akkor eljátszom nektek, mert nagyon szeretem ezeket a darabokat. Pontosabban 45 évvel ezelőtt, 5 éves koromban történt, hogy a szomszédházba költözött egy zongoratanár néni, akinél hál' Istennek utána szinte középiskolai érettségis koromig tanultam, Fizesi Erzsi néni. És adó volt a lehetőség, hogyha mellettünk lakik egy zongoratanárnő, akkor miért ne írhatnának be a szüleink minket, testvéremet, nővéremet is. Hiszen zongoránk volt otthon, édesanyám korábban, nagy korábban zongorázott, és így kezdődött. A barátságon kívül, ha még lehetne említeni két dolgot, akkor mi az a két dolog még, ami a legfontosabb az életében? Hát természetesen a zene. A zene muzsika. És azt hiszem a természet számomra az egy csodálatos dolog, és rendkívüli módon megnyugtató az, amikor az ember úgy elmenekül a zajok elől, és akár a környéken valahol víz mellett, vagy fönt a hegyekbe egy kicsit úgy maga marad, és akkor felfrissül. Mi az, ami megragadja egy darabban? Az, hogy technikailag milyen nehéz, vagy milyen a dallamvilága, vagy mennyire tetszett ez a közönségnek? Tehát mi az elsődleges szempont, amikor például választ a darabok közül, hogy most melyiket tanulja meg, vagy melyiket fogja előadni? Ez nagyon érdekes dolog. Korábban, ha szabad így idézőjelben mondani, fiatal koromban elsődlegesen az keltette fel az érdeklődésemet, hogy a darab technikailag mennyire nehéz. Talán benne volt egy kis ilyen látványosság dolog is, hiszen a virtuóz művek azok a közönség szempontjából is legalábbis sokkal kedveltebbek. Nagyon sok ilyen virtuóz művet játszottam, tehát egy kihívást éreztem, hogy meg tudom-e tanulni azt a bizonyos adott nehéz művet. A később évek során az ember ezekből kinő, ebből a csikó stílusból, és egyre jobban úgy érzi, hogy
amit érnek, az a igazság, hogy nem az a lényeg, hogy ki milyen gyorsan hegedül, vagy milyen gyorsan zongorázik, hanem az, hogy milyen szépen, milyen szép hangon, és a mondani való szempontjából súlyosabb és komolyabb mondani valójú zeneművek kezdik azt hiszem érdekelni. Szeret gyakorolni? Nem. Nem gyakorolni, azt hiszem senki nem szeret. Zongorázni jó, az nagyon jó, gyakorolni rettenetes dolog. Még az ember a saját gyakorlását is nagyon nehezen viseli el. Ez egy muzsikus szájából lehet, hogy furcsa hangzik, de például egy másik kollega gyakorlását egy szomszéd szobából, vagy azon hallgatni, az valami eszméletlen kínszenvedés. Legnagyobb koncertélménye, saját koncertjére gondolok. Most 1996. november 27-én a jubileumi hangversenyen volt egy-két olyan pillanat, ami közben nagyon jól éreztem magam. Ez a legfrissebb koncertélmény. Az összes korábbit az ember egy ideig dédelgeti, megmarad benne, de aztán jönnek új élmények is. Ez egy nagyon érdekes vagy szerencsétlen pálya, mert mi az ember úgy érzi, hogy vége van a hangversenynek, megfelelő sikerrel, ugye a tapsolnak, utána a közönség veszi a kabátját és hazamegy, utána teremben lekapcsolják a villanyt, előtte becsukják a zongora tetejét, az ajtók bezárulnak, és az ember úgy érzi, hogy jaj Istenem, csináltam-e valamit egyáltalán. Én nagyon irigylem az olyan embereket, akik például olyanféle tevékenységet folytatnak, ami után konkrét tárgy marad. Hogy most egy teljesen szélsőséges példát mondjuk egy kádármestert. Én csodálatosan nézem, hogy készíti a hordót, vagy a kádat, és hajlítja a fát, és tüzel benne, és akkor az abroncsot ráveri, és utána hogy meg lehet simogatni, vagy egy fafaragó. Hatalmas szeretettel simogatja azt az alkotást, amit ő készített. A muzsikus, az, még a hangfelvétel is készül, az arsa adja vissza ugyanazt. Egy festményre utána többször ugyanúgy rá lehet nézni és felfedezni újabb dolgokat esetleg az alkotásban. A muzsikánál valahogy mindig van egy olyan utolsó pillanat, az utolsó akkord elhangzik, és remélhetőleg a közönség között azért van egy-két ember, aki utána más emberként lép ki az utcára, és megfogadja, hogy holnaptól jó leszek. Az elmúlt 50 év és visszatekintő beszélgetésünk természetesen nem lezárása az alkotó munkának. Reméljük, hogy Lányi Péter pályája még sok sikert tartogat a művész és közönsége örömére. Siker és öröm
összetartozó fogalmak, mégis előfordulnak egyedül is. Mert például siker, ha egy építészt sokan keresnek és van feladata. De öröme a munka, ha a pénz irányít. Ha egy 2000 éves kultúrával rendelkező városban csak egy kozmetikát vagy egy játékboltot kell kitalálni. Borza Endre, hiszen vele ismerkedhetnek meg a következő percekben, azonban mégsem panaszkodik, mert legnagyobb műve már elkészült. Sőt, a rá legjellemzőbb alkotása válaszol is a riporter Varga Gyöngyi kérdéseire, aki a kiváló pécsi építész gimnáziumi osztálytársa volt. Innen a jó barátság. A beszélgetéshez pedig egy kulturális magazintól talán szokatlan helyszínt választottak, de persze ennek is megvan az oka. Azért jöttünk ide, mert úgy szeretek visszamenni a kályhához. Ez volt az első, az a rák. Tudod? Az első olyan dolog, ami egy ilyen teljes történet volt, hogy négy fiú megkeresett, hogy nekik van egy ilyen lehetőségük, találjunk ki rá valamit. Kitaláltuk rá ezt, és végigcsináltuk, megcsináltuk, és egy nagyon jó baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. És én nagyon szíves, ez volt az első, tudod? És akkor az egy kicsit mindig más, mint a többi. Ez volt az első, és baromi jó érzéssel jöttem bele, mentem el innen. Hát van folyószámlám itt, amit évek óta nincs kielégítve. Halvány fogalmam sincs, hány tízezer forint van a számlámon. De hogyha valami gondjuk van, ők is úgy jönnek oda hozzám, hogy figyelj, Borzi, gáz van, valamit csináljunk már ezzel, és akkor segítgetünk így egymáson. Szóval nincs. Ez egy ilyen kellemes, meleg kapcsolat, jó kapcsolat. Életi építész? Úgy történt a dolog, hogy negyedikes gimnazista voltam, amikor lehetett jelentkezni külföldi egyetemre. Szovjetunióban jelentkeztem Harkovba hídépítőmérnöknek, és fölvettek. És ez a felvételi, ez februárban volt. És azért mentem el erre a felvételire, mert az iskola beígért egy hét ilyen tanulmányi szabadságot, meg az édesapám is beígért egy hetet. Ők nem tudtak egymásról ketten, úgyhogy volt két laza hét, szilveszter után, emlékszem, az MSZ-éknél szilvesztereztünk, utána én nem jártam iskolába, elmentünk a felvételire, és annyi pontot csináltam ott, hogy fölvettek. És 78-ban rettentő nehéz volt kimagyarázni azt, hogy én mégse szeretnék elmenni a Szovjetunióba tanulni, de nagyon nagy nehézségek árán ez sikerült. És akkor átirányították a pontszámomat a műegyetemre, mert oda kértem, azért kértem oda, mert a szüleim azt mondták, hogy ha tovább tanulok és fölvesznek, akkor ők támogatnak az ő akkori anyagi lehetőségükhöz mérten. És akkor megnéztem, hogy melyik az a főiskola, illetve egyetem, ami sokáig tart, nem, és Pécset nincs.
És akkor kettő maradt, a Veszprémi Vegyipari Egyetem, édesapám vegyész, valamint a Műegyetem. És akkor inkább a Pest mellett döntöttem, és elmentünk egy cimborával Pestre, megnéztük, hogy ott mi van. Kiderült, hogy az építészkar a leglinkebb kar, és akkor oda kértem a pontjaimat, és akkor felvettek. Két évig ugyanebben a mentalitásban folytott a diák élet. Akkor megismerkedtem építészekkel, többek között a Makovec Imrével, pár évfolyamtársammal elkezdtük ezeket a visegrádi táborokat csinálni, és akkor rájöttem, hogy az építészet azért ez egy baromi jó dolog, és áldom a sorsot, hogy ilyen szerencsém volt, hogy oda vetett tulajdonképpen az építészkarra, mert azért ez jó. Úgy érzem, Pesten nekem azért voltak olyan ismerőseim, olyan kötődéseim, amik a egyetemista társaimon kívül a nálam körülbelül olyan 10-12 évvel idősebb generáció építészeiből is áll. Tehát a Nagy Bálint, a Rajk Laci, Bakman Gábor, ez a kör, Tamás Gazsiék, Petri Gyuri bácsi, aki már azért lényegesen idősebb, valamilyen szülőpótléknak is jók voltak ők, tudod? Mennyire fogadnak téged el, mint tárgyaló partnert? Az elég különös figura vagy rád. Figyelj, Gyöngyi, az van, hogy azért fogadnak el, mivel én kizárólag, 100%-osan a magánszférából kapok megbízások azon. A tanácsok, a pártok, meg ezek az állami cégek ennél kevesebb megbízást akkor tudnának adni, hogyha én adnék nekik. Ez a nulla. És nem is volt. Hiányzik, persze, hogy hiányzik, ugyanis én úgy kerültem ide Pécsre, hogy senkim nem volt. Nem volt meg az a szakmai hátterem a koromnál tapasztalatomnál fogva sem. Én ide kerültem a Dévényi Sándornak a Pécsi Építész Iroda című cégébe, ami fantasztikusan jó volt. Őt mesteremnek tekintem, és nagyon nagy örömmel, boldogsággal emlékszek vissza arra a másfél évre, amit ott voltam. Én nekem nem volt meg az állami tervező intézeteknél az x éves előképzésem, hogy egyetem után elmenjek egy ilyen nagy gyárba, ahol akarva akaratlanul kialakul egy kapcsolatrendszer, amely kapcsolatrendszer, hogy hívják ezt? Mindjárt mondom, ilyen, nem fordulat, mi volt most? Rendszer, na, ilyen rendszerváltástól független, mert eddig az, a tanácsat a X nagy tervező intézetnek a megbízást, most az Y Kft. Adja az XZ Kft.-nek a megbízást, mind a két cég ugyanaz, vagy kivált abból, kapcsolatrendszerét vitte magával, nekem ilyen nem volt. Amit tudtam, azt úgy magamtól, magam erejéből építettem föl. Te prostituálódtál-e már a szakmában? Igen, mint mindenki. Én is, természetesen. Ez, aki azt mondja, hogy ő nem, az hazudik, ugyanis ilyen nincs. Nincs. Ugyanis nem én adom a pénzt arra, hogy építsék meg a terveimet, hanem ők adják a pénzt arra, hogy tervezzek egy házat. És általában aki a pénzt adja, az kéri, hogy milyen nótát játszanak neki. Ezek nagyon durva sarkított mondatok, természetesen nem ilyen fekete-fehér az egész, de elég nehéz úgy ellavírozni, elbábáskodni ezügybe. Tehát meg kell nagyon keményen húzni azért valahol egy vonalat, hogy eddig hajlandó vagyok elmenni, ezek után már nem.
építész ma már nem egy olyan elvont művészeti szakág, és nem egy olyan művészember, mint ahogy régen volt. Nincsenek mecénások, nincsenek olyan emberek, akik azt mondják, hogy itt van, építsél, tervezzél, hanem egyszerűen tudomásul kell venned, hogy része vagy egy mechanizmusnak, amit a pénz irányít ma Magyarországon. Nem az ideológiák, nem az eszmék, nem a jó indulat, a pénz. Ez dominál, ennek kell valamilyen szinten megfelelni. Mert meg kell felelni, aztán te meg tudod húzni a határait annak, hogy te milyen módon tudsz kurva lenni egy ilyen szituációba, milyen határt állítasz fel, amit hajlandó vagy még átlépni, vagy már nem vagy hajlandó átlépni. Más, keverednek itt most a műfajok, de nem csak ebben a szakmában, mindenhol. Szóval nincsenek stílustiszta dolgok, sajnos most a 90-es években ebben a régióban nem tudnak kialakulni olyan klasszikus értékek, olyan civil, polgári kötődéssel bíró műfajok, emberek, embercsoportok. Talán azért, mert a polgárság és a civil társadalom sem alakult ki, hiába nevezi itt magát Pécset polgárnak, aki akarja. Másról szól a dolog. Polgárság, én szerintem egy gazdasági háttérrel biztosított, hobbi szintű lokálpatriotizmus. Kötődsz Pécshez? Igen. És egyáltalán az országhoz? Pécshez. Maradjunk ennyiben, hogy Pécshez kötődöm. Amikor én visszajöttem 89. február 6-án, akkor teljesen más volt a viszonyom a várossal, mint ma. 7 év alatt megtanultam azt, hogy ez egy kincs, ez a város. Attól függetlenül, hogy ma a legnagyobb magyar ilyen csőttömeg. Hát ez a térség. Kész kassza katasztrófa, de megtanultam, hogy ez egy hatalmas kincs, ez a város, ez a 2000 éves kultúra, szóval ez felbecsülhetetlen. Olaszországban voltam egy munkával kapcsolatban, és ott vettem észre azt, hogy mit jelent az, ha 2000 éve van valahol kultúra, ahol is 2000 éve verik bele az emberekbe, hogy körülbelül ez a szép, meg ez a jó, piszok sokat jelent, rettenetesen sokat. Nem érzi át az ember, mert hála Istennek benne él, benne van. Szóval ez egy retteltesen jó adottság, ami itt van. Te nagyon sok mindent csináltál már. Kocsmát, játékboltot, mit tudom én. Középületet, házakat, mindent. Mindenféle. Ennyire széles az érdeklődési köröd, vagy a tehetséged? Nem. Ilyen sok irányból kerestek meg, hogy ugyan már találjak ki rá valamit, vagy tervezek egy ilyen-olyan házikot, vagy egy települést, egy rendezési tervet. Építészet mindegyik hozzátartozik minden ehhez, és érdekel. Még meg hát, hogyha innen kapom a megbízásokat, meg a pénzeket, akkor hát én ebből élek. A Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime. No help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Darling, for a dollar, he's trying to find me. I wait for delivery each day on the street. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh
I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, so Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. What part of my lifetime? No help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Feleségem színésznő. Hála a jó Istennek, ő színésznő este 7-től 10-ig, amíg fönn van a színpadon, különben egy családanya, meg feleség, tudod? És ez egy nagyon fontos dolog. Fontos-e az, hogy őt érdekli az építészet, vagy érte hozzá? Hát megmondom őszintén, nem tudom, hogy őt érdekli az építészet, nem ért hozzá, ebbe biztos vagyok. Nem mászunk át egymás pályájába. Engem olyan baromira nem érdekel a színház, tehát nem vonzódom, nem kötődöm. Pedig csináltál díszlettervet? Igen. Igen. Nagy örömmel, megmondom őszintén, nagy örömmel, mert érdekes, szóval tetszik. Mert így el lehet menni állatba, tudod? Tehát jó, szabadon lehet mindennel foglalkozni, gondolatokat pakolgatni ide-oda. Ennyi kapcsolatom van vele. Melyik a legborzább borzaműfaj? A kisfiam. Na, milyen véleményed arról, amikor apa ilyen házakat épít? Hát... nekem nagyon tetszenek is. Ilyen... elég jó. Te inkább színész leszel, vagy inkább építész? Egyik se. Na, mert? Hát ezt már nem akarom örökölni a szüleimtől. Ez rossz? Mi? Hát az, hogy valaki építész vagy színész. Nem, de nem szeretnék. Szóval ez nem annak a kérdés, hogy szeretnék-e vagy nem. Hát akkor minek a kérdése? Ez pontosan annak a kérdése, hogy mi, szóval mi tetszik nekem a legjobban? Na, hát de akkor... csak akkor derül ki, hogy mi leszek, mikor fölnevek, mikor iskolába járok. Yeah.
Kulturális magazinunk véget ért, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!